Nos, szeretettel köszöntök mindenkit! Ebben a videóban a kádári konszolidáció időszakáról lesz szó. Megnézzük, hogy milyen is volt az élet a legvidámabb barakban. Előzményként mindenféleképpen majd beszélni fogunk a Rákosi korszakról, az 56-os forradalomról és szabadságharcról, illetve a megtorlások időszakáról, amely tulajdonképpen a kádár korszaknak az eleje. És akkor kezdjük is a, kezdjük is a Rákosi korszakkal. Ugye mi volt erre a jellemző? Természetesen, vagy hát nem biztos, hogy természetesen a nyílt és erőszakos terror rendszerem, különböző koncepciós perek, az embereknek a, az indok nélküli kivégzése, illetve internálása, Rákosinak az óriási személyi kultusza, és ugye itt ebben az időszakban a hatalom azt az elvet követte, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. Ez nagyon jól érzékelteti, hogy, hogy tulajdonképpen az emberek semmilyen téren nem nyilvánulhattak meg a rendszer ellen, és talán pont ezért 1956-ban úgy döntött a nép, hogy egy szabadságharcot és forradalmat indít a, a fennálló rendszer ellen, azonban ez sikertelen volt, és szovjet beavatkozással leverték, és akik részt vettek ebben a, ezekben az eseményekben, azokat utána különböző atrocitások érték, ez volt a megtorlások időszaka ahogy azt már említettem, ez a, ez a kádár rendszernek a, a, a legeleje, a kezdete. Ugye ez kb. 57-től az 1960-as évek elejéig, mondjuk 63-ig tartott. Ugye akkor már kádár volt az ország első embere, ő, ő képviselte tulajdonképpen a Szovjetuniónak az érdekeit. Ugye megszervezte a pufajkásokat, illetve a munkásőrséget, mint, mint karhatalmi szervezetet, akik a, akik a felnáló rendszert biztosították, illetve védték a hatalmat, és erre az időszakra tehető még a mezőgazdaságnak a kollektivizálása, vagyis hogy a parasztokat termelőszövetkezetekbe kényszerítették. Ugye ez nem volt olyan, nem volt olyan erőszakos, mint, mint Rákosi Mátyás idejében, de attól ez még a, még a parasztók akarata ellen történt tulajdonképpen. És akkor nézzük, hogy, hogy mi, is ez a, mi is ez a kádár rendszer, mi is ez a kádár korszak. Ugye ez egy történelmi, történelmi korszak, méghozzá azt a történelmi korszakot szoktuk kádár rendszernek nevezni, amely 56-tól egészen a rendszerváltásig tartott, ez ugye 89-90. Azonban fontos megjegyezni, hogy ez nem egy homogén, nem egy egységes időszak, több korszakra osztható, ugye már beszéltünk a, a, a forradalom leveréséről és a megtorlásáról, ami 56-57-től tartott, 1963-ig. A következő ilyen alkorszaknak tekinthető a 63-tól 68-ig tartó időszak, amely tulajdonképpen a rendszernek a konszolidálása volt. 68-ban ugye már bevezették az új gazdasági mechanizmus rendszerét, és az egészen a 70-es évek közepéig tartott, és jól tudjuk, hogy a 80-as évek leginkább már csak a mélyülő konfliktusokról, folyamatos, egyre ismétlődő válságról, a sikertelen reformokról szóltak, és ugye 89-90-ben pedig megtörtént az összeomlás, a rendszerváltás vagy a rendszerváltozás. És akkor azt javaslom, hogy az élet különböző szegmenseit, különböző területeit vizsgáljuk meg, és úgy próbáljunk egy, egy egységes képet adni majd a, majd a Kádár rendszerről. És kezdjük a, a nemzetközi háttérrel. Ugye az megállapítható, hogy Hruscsov és a Szovjetunió támogatta Kádárt. A célja az volt mind a Szovjetuniónak, mind pedig a, a magyar hatalomnak, a magyar vezetésnek, hogy bebizonyítsák, hogy a szocializmus életképes és pont ezért az életszínvonalat, hogy csak egy kicsivel is, de évenként próbálták emelni, illetve a társadalom, az emberek bizonyos szükségleteit kielégítették, és nagyon fontos momentuma, vagy nagyon fontos területe volt ennek, a, ennek az időszaknak, hogy az embereket megpróbálták depolitizálni. Ugye mit is jelent ez? Tulajdonképpen azt akarta, hogy egy, egy hallgatólagos, vagy nem is biztos, hogy hallgatólagos kiegyezés volt a, a fennálló hatalom, a vezetés, illetve az emberek között, és akkor át is térhetünk a társadalom és a hatalom kiegyezésére. Ö, tulajdonképpen ez arról szól, hogy a, a hatalom erőször rendezte a viszonyát az egyházakkal, ö, igyekezett a nemzeti egységet ö, ö, megteremteni, és azt lehet mondani, hogy ö, talán a szocialista blogban, ebben a, ebben a keleti tömb országaiban ö, Magyarországon egy kicsit háttérbe szorult az ideológia, ö, ez volt az élni és élni hagyni politikája ami ugye azt jelentette, hogy ha a lakosság nem politizál, hogyha nem firtatja a Kádár ügyeit, az MSZNP intézkedéseit, a politikai bizottság döntéseit, akkor a hatalom sem avatkozik be az emberek magánéletébe, nem érik az embereket váratlan, indokolatlan atrocitások, és egy nagyon fontos jelmondata volt ennek a rendszernek, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van, és az pont szembe megy a Rákosi által megfogalmazott, aki nincs velünk, az ellenünk van retorikával. Ez egy sokkal békül, békülékenyebb politikát sejtetett. Nézzük a mezőgazdaság helyzetét. Ugye, 56 után a rossz gazdaság, illetve társadalmi állapotok következtében egy kis ideig biztosították az egyéni parazgazdaságok működési feltételeit, de ez tényleg csak pár évig tartott, hiszen 59 és 61 között lezajlott a teljes kollektivizálás, a mezőgazdaság teljes kollektivizálása. Azt már ugye megállapítottuk, hogy ez erőszakos volt, de közel sem annyira, mint Rákosi idejében. Igyekeztek megnyerni a parasztokat olyan kedvezményekkel, hogyha például belépnek ezekbe a TS-ekbe, akkor különböző szerszámokat kapnak, társadalombiztosítást kötnek rájuk, és ami talán a legfontosabb, hogy engedélyezték a háztályi gazdaságok működését, így az embereknek jutott, jutott, egy, kis, egy kis plusz jövedelem, így közel sem volt olyan rossz az élethelyzetük, mint a Rákosi korszakban. A mezőgazdaságról még összességében azt mondható el, hogy növelték a hat, hatékonyságot, és ezáltal a csökkenő munkaerő ellenére is javult a termelékenység, ez gépesítéssel, illetve műtrágya alkalmazásával értékel. Nézzük az ipar, illetve a, a, a gazdaságnak a, az alakulását, azt mindenféleképpen meg lehet állapítani, hogy észszerűsödött, de azért továbbra is elsőséget élvezett a, a nehézipar. Az ipari termelés ugyan nőtt a beruházások, illetve az új munkaerő miatt, de a termelékenység nem javult, hiszen azért az öt éves tervek ugyanúgy elrugaszkodottak voltak, illetve a, a szocialista politika nem biztos, hogy mindig a, mindig a valós gazdasági eseményekre reagált. 68-ban pontosan emiatt a, kicsit válságban lévő ipar miatt bevezették az új gazdasági mechanizmusokat. Ez tulajdonképpen azt jelentette, hogy a piacgazdaság néhány elemét úgymond beengedték a rendszerbe. Ilyen volt például az önálló vállalati kezdeményezés lehetősége, illetve történt egy lépés a, a valós árak és bérek felé. Azonban arra nagyon ügyeltek, hogy különböző fékeket építsenek be ebbe, ebbe az egész rendszerbe. Tehát itt piacgazdaság kialakulásáról még szó nem lehetett. Az oktatás kérdése. Ugye egyre többen vesznek részt a közoktatásban, illetve az egyetemet is egyre többen kezdik el, illetve végzik is majd el. Ezáltal egy új értelmiségi réteg fog kialakulni, és arra a továbbiakban is nagyon ügyelt a rendszer, hogy a, hogy a fiatalok úgymond ideológiai nevelését megalapozza, erre szolgált a Kisdobos és úttörő Mozgalom, illetve a, a, az idősebbeknek a, a KISZ, ugye a, a Kommunista Ifjúsági Szövetségnek a rendszere. A kultúra területén azt lehet mondani, hogy egy György ö, ö, teljes hatalmat élvezett, az egész kultúrpolitika az ő kezében volt, a jól ismert 3T rendszerét bevezette vagyis a művészeket, írókat, költőket ö, ö, három, három kategóriába osztották be, akiket támogattak, akiket megtűrtek, és akiket tiltottak. Ö, ugye ezáltal, ezáltal ebből következik, hogy a rendszert ö, ha nem is olyan élesen, de azért lehetett kritizálni, ugye erre majd fogunk példákat venni a későbbiekben. 57-től csak érdekességképpen már létrejött a magyar televízió, és 1973-tól pedig három rádióadója is volt az országnak. Ha a lakókörülményeket vizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy a szocialista vezetés lakótelepek építésébe kezdett, illetve tanácsi bérlakásokat adott ki, mint adott ki szociális juttatásként. Azonban pont amiatt, hogy a, hogy a tanácsi bérlakások száma kicsi volt, illetve, illetve sokat kellett rá várni, ezért sokan fogtak családi házak építésébe, és ebben az időszakban egy, egy nagyon erőteljes urbanizáció figyelhető meg. Hát ugye a főváros Budapest szinte egyértelmű, hogy hogy nagyon nagy mértékben fejlődött, azonban a vidéki nagyvárosok, mint például Miskolc vagy Győr is ekkor kezdtek felvirágozni. A lakások felszereltsége folyamatosan fejlődött, folyamatosan bővült, elég, hogyha vezetékes vízre, fürdőszobára, televízióra gondolunk. Hogyha amit a következő képsorokon egyébként látható, pont egy egy szocialista lakótelep, illetve két ö, akkori ö, nappali, illetve egy konyhának a, a berendezése. Ha a munkakörülményeket vizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy az ipari törekvések miatt fokozatosan nőtt a munkások száma. Ez annak is volt köszönhető, hogy a, a mezőgazdasági munkások létszáma pont a, pont a fejlesztések miatt ö, csökkent, hiszen nem igényelt akkor a munkárőt, és a mezőgazdaságból nagyon sokan vándoroltak át az, az ipari szférába. Ö, ugye a szocialista foglalkoztatás politika ö, egyik alapillére volt a, a teljes foglalkoztatottság, vagyis hogy mindenkinek legyen állása. Ö, ez egy nagyon szép elképzelés, de azért ö, például egy piacgazdaságban ez szinte elképzelhetetlen, hogy, elképzelhetetlen, hogy mindenkinek, ö, mindenkinek állása van. Nagyjából ez úgy alakult, hogy, hogy papíron mindenkinek volt egy állása, de hogyha bement reggel a, a, gyárba vagy a vállalatba, a vállalathoz akkor ott nem végzett tényleges hasznos termelőmunkád, ezáltal kialakult a, a gyárkapukon belüli vagy bújtatott munkanélküliség intézménye, és ez jellemezte az országot. 1960-tól, pontosabban a 60-as évek végétől inkább a magánszektor is egy, Egyfajta fejlődésbe kezdett, megjelent a, a maszekolás, illetve a, a fúzizási intézménye. Ugye azt jelentette, hogy a munkaidő lejárta után az emberek egy kis plusz pénzt kerestek. És nagyon jellemző a szocialista ö, politikára, illetve vezetésre, hogy az 1980-as években azt mondták, hogy rendben, akkor ez legyen hivatalos, legyen a vezetésnek is, az országnak is egy kis haszna és megjelent a gyári túlmunka hivatalos formája, ugye ez volt a gazdasági munkaközösség. Hogyha a munkások terheit nézzük, akkor megállapított, hogy folyamatosan, fokozatosan csökkent. Ö, kezdetben bevezették a szabad szombatot, később a 40 órás munkahetet. A közlekedés és az utazás következő ö, ilyen téma, amit ö, vizsgálni fogunk. A 70-es évekre már el, elterjedt a gépkocsi használat. Ugye ezt beszéltük, hogy a főváros nagyon nagy mértékben, Budapest nagyon nagy mértékben kezdett el fejlődni, aluljárók épültek, a hidakat újjáépítették, illetve például 1970-ben átadták a, a kettes metrót, a lazább utazási korlátozások miatt pont azért, mert a szocialista politika is egy kicsit békülékenyebb lett Magyarországon, fellendült a turizmus, ugye kezdetben csak a szocialista országokba lehetett utazni, később a külön utas Jugoszláviába, és a rendszernek a végnapjainban már, már nyugatra is el lehetett látogatni. Fontos állomás volt, hogy hogy a rendszer megengedte a diszidenseknek is a hazalátogatást, és a rendszernek, a, tehát kádár korszaknak a, a, végnapjaiban jellemző volt a bevásárló turizmus, vagy más néven ez ugye a Gorenje korszak, amikor hát főként Ausztriába óriási tömegek áramlottak át azért, hogy bevásároljanak. Itt a képen látható ugye a, a, a kettes metrónak az átadásáról készült emlékbélyeg, illetve a Magyar Népköztárság hivatalos útlevele, illetve ö, két határon készült ö, kép, ugye itt látható, hogy mekkora tömegek ö, kezdtek el kivándorolni, pontosabban kimenni az országból, ugye ez volt a bevásárló turizmusnak az időszaka. A szabadidőről azt mondható el, hogy az emberek a szabadságot ö, Pontosan azért még a meglévő utazási korlátozások miatt elsősorban belföldön töltötték el, szakszervezeti üdülőket hoztak létre, például a Balatonnál, illetve gyermektáborokat, ugye Csillebércre vagy Zánkára gondolhatunk, illetve az embereknek a tehetősebb része megengedhette magának, hogy hétvégi házakat, illetve üdülőket tartson fenn, és ott töltötte el a szabadidejét. És nézzük, hogy összességében milyen is volt az élet a legvidámabb barakban. Ugye használjuk ezt a kifejezést, hogy a legvidámabb barak a gulyás kommunizmus vagy frigider szocializmus. Ez azt, ezek a kifejezések azt sejtetik, hogy itt valamivel jobb volt az élet, mint a, mint a szocialista blokk vagy a szocialista tömb többi országában. És ez valóban így volt, hogy itt Magyarországon élhetőbb körülmények voltak, azonban a nyugaton még így is jócskán le voltunk maradva. Ami talán a legfontosabb, hogy nálunk az életszínvonalat ellentétben nyugat, a nyugati országokkal, ahol ahol a fejlődést a piacgazdaságnak a motorja termelte ki, nálunk az életszínvonalat mesterségesen tartották fenn, egy mesterséges szinten tartás volt megfigyelhető, és pont ennek következtében az állam eladósodott, majd adósságcsapdába került. Azonban itt a 60-as, főként 70-es években illetve hát a rendszer végnapjában is nőtt a lakosságnak a, a fogyasztása. Számos közszükségleti cég, ugye beszéltük, hogy a mosógép, rádió, televízió általánossá vált, egyre több ember engedhette meg magának, elterjedt az autó-gépkocsi a gépkocsi használat. Nagyon fontos, hogy javult a lakosság élelmiszerellátásának a színvonala, egyre több húst, tejet és cukrot fogyasztott a, a, a lakosság és a társadalom, szabadabbá vált a sajtó és a könyvkiadás. És uh, ugye itt a 3T politikájához visszakapcsolódva uh, helyenként már lehetett kritizálni is a, a rendszert, uh, uh, ugye ahogy gyengült a szocializmus egyre élesebben viccek, illetve um, különböző tréfák formájában, talán erre a legjobb Hofi Gézának a, 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 az élete és a szereplése. És ami nagyon fontos, hogy, uh, hogy ugye a vezetés élén uh, egészen a 80-as évek, uh, közepéig, végéig Kádár János állt, és Kádárnak a személyisége is jelentősen befolyásolta a, a, az életet Magyarországon. Nagyon fontos, hogy neki nem volt személyi kultusza, tanult Rákosi hibáiból, hogyha, hogyha lehet így mondani, óvakodott attól, hogy, hogy köré ilyen személyi kultusz épüljön ki, hiszen látta, hogy a, hogy a vezetése ebbe belebukott, ezt a Rákosi, illetve Gerőféle klikket, ha nem is teljesen, de próbálta alacsonyabb szintekre száműzni az államigazgatásban, hogy minél kevesebb befolyása legyen rákosinak, gerőnek, illetve a hozzájuk tartozó embereknek a, a, a politikába, illetve az ország vezetésébe. És a szocialista országok körében talán egyedül Magyarországon szorult egy, egy nagyon kicsit háttérbe az ideológia, és ez azért fontos, mert például Romániában vagy Bulgáriában pont, hogy ellentétes folyamatok zajlottak le, vagyis a, a, szocialista ideológiát épp, hogy megerősíteni akarták. Nagyjából ennyi lett volna a videó, amelyben összefoglaltuk a, a kádári konszolidáció időszakát, És kezdetben megvizsgáltuk az előzményeket, hogy mi vezetett egyáltalán a kádárrendszer kialakulásához, és az élet különböző területein keresztül próbáltunk egy egységes képet alkotni a, a kádárrendszerről, hogy néztek ki a mindennapok, és, és milyen is volt az élet a legvidámabb barakban. Nagyjából ennyi lett volna, én szeretném megköszönni a figyelmet, sziasztok!